Nehéz év. Az ukrán menekültek támogatása jelentette a legnehezebb feladatot a megyei Vöröskeresztnek. Idéglenesen bezárt, csak a gyógyászati szolgáltatások érhetők el a nyírbátori fürdőben. Egyetemi konditerem új szolgáltatással bővült a felsőoktatási intézmény Nyíregyházán. Hatalmas kihívást jelentett az orosz-ukrán háború elől menekültek támogatása a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének. Nem csak a magyar-ukrán, de a csenger-simai magyar-román határon is segítettek a bajba jutott családoknak. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A menekültek támogatása mellett a véradások szervezése, az anyaotthon működtetése, az adományok kezelése is feladatot adott a vöröskereszteseknek. Folyamatosan várják az önkéntesek jelentkezését is, akik közül néhányan később akár hivatásos tagjai is lehetnek a szervezetnek. Itt éppen friss kenyeret, polártakarókat, tartós élelmiszereket pakoltak Záhonyban a Magyar Vöröskereszt munkatársai még március végén, hogy ezzel is segítsék a városban elhelyezett Ukrajnából érkező menekültek ellátását. Ez pedig már a Lónyai Segítségpont, itt végzik az ellátást. A Vöröskereszt Lónyai Segítségpontja egyébként ma is üzemel az ukrán-magyar határ mellett, a csenger-simai állomást pedig bármikor újra tudják nyitni szükség esetén. A Nagy Magyar Vöröskereszt már vett részt menekült ellátásban, és áttételesen vett részt a megyei szervezet is menekült ellátásban, hiszen ez nem először fordul elő, hogy szomszéd partnerként segítenünk kell a szomszédos országból érkezőket. Viszont a megyei szervezetnek ez egy teljesen új feladat volt, hiszen a mi határunkat még ilyen szempontból nem érintette egy ilyen fajta menekült hullám. Fel vagyunk készülve, hiszen rögtön másnap ott tudtunk lenni a határon, szombaton sátrakkal tudtunk felvonulni, amit nyilván nem egyedül mi itt a Szabolcs megyei munkatársak oldottunk meg, hanem ilyenkor a beavatkozás az országos szinten történik, főigazgató úr vezényletével, ha lehet így mondani, tehát ő irányítja azt a folyamatot, aminek mi is a része vagyunk, de természetesen, mint 5 ukrán-magyar határral rendelkező megye, a feladatok jó része az ránk hárult. Guráj Edina, a megyei szervezet vezetője televíziónk 35 perc című műsorában hozzátette, rengeteg önkéntes is segítette az elmúlt hónapokban a munkájukat, sőt olyan munkatársuk is van már, aki márciusban így kezdett el dolgozni a Lónyai Segítségponton. Nem volt a munkatársaim számára sem kérdés az, hogy ebben 100%-osan részt kell venni, és emellett a napi szintű feladatainkat ugyanúgy kell folytatni, hiszen a véradások nem álltak meg, a napi munkánk nem állt meg, ugyanúgy működik tovább az anyaotthonunk, működik tovább a támogatószolgálat. Tehát azt a feladat mennyiséget, amit egy ilyen menekült válság ad, azt a napi szintű munkánk mellett kellett elvégezni. Ezen sokan meg is lepődtek, és kérdezik, hogy mit csinálunk egyébként, hogyha nincs menekült. Mondtuk, hogy hát ez egy ráadás ebben az évben, mert hogy nekünk számos feladatunk van, amiben napi szinten benne kell lenni, hiszen a véradás szervezés az egy napi szintű tevékenységet jelent megye és országszerte. Tehát ez csak egy plusz volt, amit el kellett látni. Nyilván óriási terhelés, nagyon nagy szervezettséget, és egy mind a munkavállalók, mind pedig az önkéntesek részéről egy nagyon nagy odaadást igényelt, de azt gondolom, hogyha ezzel vizsgázni kellett a megyei szervezetnek, akkor mi ebben nagyon jól vizsgáztunk az idén. Az elnök hozzátette, ez már a harmadik olyan év volt, amikor nehézséget okozott megszervezni a véradásokat. Korábban a járvány miatti lezárások, majd a menekültek elhelyezésére szolgáló közösségi terek foglaltsága miatt okozott problémát a helyszín szervezés. A nyári időszak a szabadságolások miatt és a szezonális munkák miatt mindig egy nehezebb időszak, és most pedig leginkább a fűtés a rezsiszámlák miatt bezárt művelődési házak azok, amik szintén a helyszín szervezésben jelentenek problémát, de azt gondolom, hogy a kollégák, illetve a települések együttműködése olyan régi és annyira jó, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, még hogyha vannak is nehézségek, hogy a véradás az zökkenőmentes legyen, hiszen ennek a folyamatosságát biztosítanunk kell, és valamilyen módon biztosítani is fogjuk. Tehát mindig megtaláljuk azokat a lehetőségeket, hogy a lehető legtöbb donor a legjobb körülmény között vért tudjon adni. A Magyar Vöröskereszt nem feledkezik meg idén sem azokról, akiknek eddig is segítettek az ünnepek környékén.
Most is főképpen élelmiszeradományokat juttatnak a rászorulóknak. Az ipari parkot szeretnék megtölteni vállalkozásokkal ebben az évben Nyírbogáton. Ez az év egyik kiemelt önkormányzati feladata, mondta a Kölcsei Televízió kérdésére a várospolgármestere. Az energiaválság kevésbé érinti a települést, mert időben korszerűsítették a közvilágítást, a fűtés esetében pedig, ahol tudtak, spóroltak a gázzal. Alig értek az önkormányzatok a koronavírussal járó kihívások végére, már is nyakukon a következő. Ezt a közelgő energiaválságot mintha csak megérezte volna Nyírbogát önkormányzata, ugyanis tavasszal a közvilágítás korszerűsítésével kezdődtek a fejlesztések. A hagyományos lámpatesteket felváltották a modern LED-izzók. Ezek az új lámpatestek dimmerelhetők, és ezáltal az erőssége a fényforrásnak a világítás során délután 5 órától reggel 6 óráig változik a fényforrás erőssége, 10 órától hajnalig már csak 50%-os a megvilágítás erőssége. Ezt mára nagyon tudjuk értékelni, hiszen eljutottunk arra a pontra, amikor a közvilágításunk szinte megfizethetetlen lenne számunkra. Ma a közvilágításnak a térítési díja, ez közel 30%-os az előző évi számláinknak. Ez Nyírbogát életében sokat jelent, hiszen a közvilágítás lenne az utolsó, amihez településünk önkormányzata hozzányúlna. A stabil közvilágítás a térfigyelő kamerarendszer hatékonyságát is növeli. Az iskolában a felújítás óta már geotermikus, megújuló energiát használnak a fűtéshez, az intézmények többségénél részben vagy teljesen fatüzelés biztosítja a meleget. Ez alól a bölcsöde és a védőnői szolgálata kivétel, itt még gázt használnak. A 2022-es év okozta nehézségek ellenére a közösségek sokszor tudtak együtt ünnepelni, például a várossá válás első évfordulóját. De számos más fejlesztés is adott okot ünneplésre. Ilyen volt a polgármesteri hivatal mögött augusztusban átadott új játszótér, amelyet 5 millió forintból építettek meg. Vagy a városon átvezető főút mellett kiépített kerékpárút. A 2,5 kilométer hosszú 595 millió forintos fejlesztéssel egy forgalmas szakaszon vált biztonságosabbá a közlekedés. Ráadásul ez része a komplex 60 kilométeres hálózatnak. Novemberben egy agrárlogisztikai központot is átadtak a városban, amelyben a térségben megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket fogják tudni tárolni és válogatni. A fejlődés pedig 2023-ban is folytatódik, hiszen a Top Plus-ban már számos pályázati forrást elnyertek. Ilyen nagyobb beruházásunk lenne az óvoda újjáépítése. Az óvodánk az egyedüli olyan intézmény, ami felújításra, megújításra vár. Tovább szeretném folytatni a csapadékvíz elvezetésnek a felújítását, hiszen azt tapasztaljuk, hogy az időjárás kiszámíthatatlan. Ha esik az eső, olyan mennyiségben zúdul le, amit ha nem újítjuk fel a csapadékvíz elvezető rendszereinket, akkor az ott lévő ingatlanok kerülnek veszélybe. Utakat szeretnénk továbbra is felújítani, hiszen az útjaink azok az évek során elhasználódtak, és szeretnénk parkokat kiépíteni, szeretnénk egy szoborparkot létesíteni. Ennek a szoborparknak már a Bogát vezér szobrára sikeresen pályázgattunk a szószoros értelemben. Reményeink szerint kora nyár elejére ez felállításra is kerül. Nagy hangsúlyt fektetnek majd az ipari park adta lehetőségekre. A Top Plus-ban pályáztak egy inkubátorházra, amely segítheti a helyi feltörekvő vállalkozásokat, és tovább növelheti a helyben foglalkoztatás arányát is. A megemelkedett energiaárak miatt idéglenesen bezárt a nyírbátori fürdő, a gyógyászati szolgáltatásokat azonban továbbra is igénybe vehetik a fürdőzők. Kedvelt a létesítmény, évente 150 ezer körüli látogatót fogad a nyírbátori önkormányzat tulajdonában lévő Sárkány Wellness és gyógyfürdő. Két év pandémia után 2022-ben a korábbiakhoz képest jobb évet tudtak zárni.
A Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Nyírbátor egyik kiemelt turisztikai célpontja, amely számára a koronavírus járvány előtti utolsó békebeli év 2019 volt. Fogalmazott Dickó József, aki szerint ehhez az évhez érdemes viszonyítani az idei 2022-es eredményeket, hiszen idén már folyamatosan várták a látogatókat. Vendégszám tekintetében nem értük el a 2019-es évet, de 10-15%-a kevesebb vendégünk volt, viszont az árbevételeink azok elérték a 2019-es évet. A beruházások kapcsán ugye az energiaárak miatt egy elég komoly energetikai beruházást tervez a tulajdonos önkormányzat a fürdőnél. Egy nagyon komoly megújuló energiafejlesztés lesz, ennek a pályázata elkészült, ez be is van adva, és reménykedünk abba, hogy ezt meg is nyerjük, mert akkor a fürdőnek az üzemeltetése az megoldott lesz hosszú évekig vagy évtizedekig. A gyógyfürdő az egész országból, sőt külföldről is fogadja a látogatókat, de a helyi lakosok körében is népszerű. A korábbi adatok azt mutatták, hogy ez a fürdő olyan 150-160 ezer embert tudott ellátni, vagy lépett be. Azonban azt tudni kell, hogy ennek jelentős része az úszásoktatás, illetve azok a vendégeink voltak, akik a gyógyászat kapcsán léptek be a fürdőbe. Az igazi piaci, tehát akik megvásárolták egyet, az olyan 80-100 ezer fő között van, ezt most ebbe az évbe is remélem, hogy 80 ezer főt el fogunk érni. A legnagyobb része azok nagyon érdekes módon a román vendégeink, akik olyan 30-35%-ot jelentenek a teljes vendég palettáról. Ezen kívül a nem nyírbátoriak jelentenek szintén egy nagyobb csoportot. Sajnos nyírbátoriakból egy olyan 10-12%-os látogatói létszámunk van. Ezt minden évben próbáltuk növelni. Egyelőre ez nem sikerült, de remélem jövő években ezt folyamatosan, dinamikusan fogjuk tudni növelni a nyírbátoriak létszámát. Dickó József hangsúlyozta, az önkormányzat kedvezményes áron kínálja a helyi lakosok számára a belépőjegyeket, ezért úgy véli, elsősorban nem anyagi okok miatt alakul így a látogatói statisztika. Azt azonban tudni kell, hogy egy fürdőnek az üzemeltetése elsősorban az elektromos áramnak az árától függ, ami januártól drasztikusan meg fog emelkedni. Mi is úgy számolunk, hogy olyan 5-6-szoros emelkedés lesz. Ez azt jelenti, hogy nagyon komoly költségeink lesznek. Ezért is terveztük úgy, hogy január 1-től határozatlan időre, valószínű, hogy egy áprilisi időszakig be fogunk zárni. Azonban valóban a egyesületek, az USZA egyesületek, illetve az általunk üzemeltetett gyógyászat miatt a részleges üzemeltetésben még gondolkozunk, számolunk egyébként, és a tulajdonosnak ezeket az adatokat átadjuk, és mondom, a önkormányzat dönteni fog, hogy a gyógyászat, illetve az USZ egyesületek használhatják-e a fürdőt. Az ügyvezető hozzátette, várják a beadott EU-s pályázatok elbírálását, és egy nehéz évre készülnek. Csökken az üzemanyag ára szerdától, a benzin az eddigihez képest 12 forinttal kerül majd kevesebbe, míg a gázolaj ára 10 forinttal csökken. A hét második felében így a 95-ös benzin literenkénti átlagára 646, míg a gázolai 710 forint lesz Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye töltőállomásain. Képzőművészeti tárlatok, koncertek, előadások több ezren voltak kíváncsiak a Váci Mihály Kulturális Központ programjaira 2022-ben. Az intézmény központi épülete, valamint a tagintézmények nagy része a magas energia árak miatt már bezárt. A meghirdetett programokat a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában rendezik meg. Az újranyitás időpontja egyelőre bizonytalan. Farsangi maszkok a Váci Mihály Kulturális Központban. Ez volt az intézmény első tárlata 2022-ben. Az amatőr művész kiállítása mellett számos elismert képzőművész alkotásait mutatta be a központ idén. A tárlatokra, koncertekre, előadásokra rekordszámú látogatót regisztrált az intézmény. Mi óvatosan céloztuk ezt az évet, hiszen a pandémiának a hatásait még érezzük, de azt hiszem, hogy nagyon pozitívan jött ki az intézmény ebből az időszakból. Bizonyítja ezt a nagyon sok teltházas előadásunk és nagyon sok színvonalas rendezvényünk. Nagyon népszerű volt például a Szépkurak Akadémiája, amit már 2015 óta folytatunk. Aztán nagyon sokan voltak például Sóston, a sóstói koncerteken nyáron,
nyáron, ami szintén a Váci Mihály Kulturális Központ áll mögötte, és hát azt mondhatom, hogy szinte minden egyes Lehozzuk Önnek a Csillagokat című produkció teltházas volt. Az energiaválság miatt az önkormányzat több intézmény bezárása mellett döntött. A kényszerintézkedés a Kulturális Központ főépületén kívül szinte valamennyi tagintézményét érinti. Ezért a már megszervezett programok egy részét új helyszínen, a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában mutatják be. Február-márciusban még oda tervezzük a programjainkat, de reméljük, hogy 5 március-április körül már visszatérhetünk a központi épületünkbe, illetve a tagintézményeink is, amelyek most átmenetileg az energiaválság miatt nem működnek, újraindulhatnak. Addig is várjuk a látogatókat a nyitva levő helyszíneinken, Borbányán, a Kertvárosban, illetve az Alvégesi Művelődési Házban a Honvéd utcán. A Váci Mihály Kulturális Központhoz tartozó Krudi Gyula ártmozi év végéig még látogatható. Januártól azonban ideiglenesen ez a helyszín is bezárja kapuit. Halált okozó testi sértés büntettével vádolja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség azt a férfit, aki az őt megviccelő sértettet úgy megütötte a fején, hogy az másnap a kórházban belehalt a sérüléseibe. Szilágyi László, az ügyészség sajtószóvivője azt mondta, a vádlott 2-től 8 évig terjedő letöltendő börtönbüntetésre számíthat. Az eset még a múlt év nyarán történt Tarpán egy dohánybolt előtt. 2022. augusztus 10-én a 39 éves vádlott Tarpán a főutcán egy dohánybolt előtt beszélgetett, italozott az ismerőseivel. A sértett kért egy sört, fizetett egy sört a vádlottnak, aki ezt elfogadta. Ezt követően a sértett rábeszélte a vádlottat, hogy igyon egy pálinkát is, amit szintén ő fizet neki, adott is neki pénzt, a vádlott bement a dohányboltba. Ez alatt a sértett, hogy megviccelje, megtréfálja a vádlottat, pillanatragasztóval bekente a felnyitott sörös dobozt, és várta, hogy a vádlott abból inni fog. Amihogy visszaérkezett a boltból a vádlott, a szájához emelte a sörös dobozt, és az ettől ragacsos lett, ragasztós lett az ajka, ezért köpködött, törölgette magát. A sértett és társai, akik ott tartózkodtak a közelben, pedig kinevették a vádlottat. A vádlott ezen ideges lett, rájött, hogy csak a sértett lehetett az, aki ragasztóval kente be az ő sörét, ezért szóvá is tette, ezt vitatkozott a sértettel, le is locsolta a maradék sörrel a sértett ruházatát. Ezután úgy tűnt, hogy megvékéltek, beszélgettek egymással egy-két percet, majd a vádlott hirtelen egy esetben ököllel a fején megütötte a sértettet, aki elesett, és olyan szerencsétlenül verte be a fejét, a koponyáját a talajba, hogy a sérülései miatt már nem is tért magához, másnap a kórházban elhalálozott. Új konditermet adtak át a Nyíregyházi Egyetemen, az 50 millió forintos beruházás eredményeként 250 négyzetméteren 30 gép várja az intézmény hallgatóit és dolgozóit. Súlyzók, kondigépek használat előtt, aztán már használat közben. Az elmúlt év végén készült el, kedden pedig hivatalosan is átadták az Egyetem D épületében azt a konditermet, amelynek nettó 50 milliós költségét a szaktárca biztosította. Mint az általános rektor helyettes elmondta, másfél évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy egy a kor elvárásainak megfelelő gépparkkal bővítik az intézmény szolgáltatásainak körét. A Nyíregyházi Egyetem a sportképzés egy régi hagyományra tekint vissza, és a sportlétesítményeink ennek megfelelően rendelkezésre álltak. Öröm számunkra, hogy ezeket fel tudtuk újítani, újakat is tudtunk telepíteni, és ez a legújabb, ahol most is vagyunk, ez egy kondi terem, amelynek az ötlete még 2021-re nyúlik vissza. A modellváltással kezdődött tulajdonképpen a tervezés. A fenntartó, az alapítvány kuratóriuma javaslatára döntöttünk amellett, hogy egy ilyen beruházásba belevágunk, és az ő segítségükkel és a minisztérium támogatásával sikerült ezt a mai napra megvalósítanunk. A Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak 1/5 közel 500 diák kötődik a Testnevelési és Sporttudományi Intézethez. Az ő képzésüket is segíti az új konditerem. Minden sportlétesítményünk fejlesztése egy nagy előrelépés, hiszen hirdetjük, hogy egészségfejlesztő egyetem vagyunk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél szélesebb körül, minél gazdagabb kínálatot tudjunk adni az egyetemi polgároknak, mind a hallgatóknak, mind pedig az oktatóknak. Természetesen a képzéseinkben is szeretnénk ezt a termet használni. Korábban is volt már az intézetben edzőtermünk, viszont kinőttük ezt az edzőtermet, ott
a gépek egy kicsit már elavultak. Ezek a gépek valóban minden igényt kielégítenek, a 21. századnak megfelelő professzionális gépekről van szó, és vannak olyan tantárgyaink, amelyeknek a keretében a gyakorlati órák itt kerülnek majd megvalósításra. Kutatás tekintetében is szeretnénk majd használni a motorikus képességek fejlesztése tekintetében is, és az egyetemi hallgatóságnak, az általános testnevelés óráinak egy részét is szeretnénk itt majd megtartani. A konditerem gépparkjának összeállításakor figyeltek arra, hogy a kezdők, a haladók és a profik is tudjanak edzeni, és minden korosztály megtalálja a számára legmegfelelőbb mozgásformát. A sportolóknak, a sportimádóknak, a sportot szeretőknek szerettünk volna olyan gépeket adni, amely minden izomcsoportot meg tud mozgatni. Tehát ez a legfőbb cél egy konditerem összeállításában, vagy szempont. És hát igyekeztünk tényleg tornyokat beletenni, lábtolókat, fekvenyomópadokat, és más olyan berendezéseket, amelyekkel valóban, de ahogy említettem, minden izomcsoportot meg tudunk mozgatni. Egyelőre csak az egyetem hallgatói és dolgozói használhatják a konditermet, de a tervek szerint a nyíregyházi városlakók előtt is megnyitják majd az új létesítményt. Kedden délelőtt még hazai környezetben edzett, szerdán kora reggel pedig elindult Törökországba a kisvárdai futballcsapat. Török László együttese 10 napot tölt Szidében, és közben 3 felkészülési meccset játszik. Sorrendben a lengyel Stál Mielec, a szerb FK Radnicski és a cseh Sigma Olomouc ellen lép pályára a kisvárda. Január 10-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este ismét jelentkezünk majd a megye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Kedden éjszaka eleinte borult időre lehet számítani, majd megerősödik a szél, a hőmérséklet 4 és 6 fok között alakul. Szerdán napközben marad a borongós idő, de néhány órára kisüthet a nap, a hőmérséklet 5 és 9 fok körül várható. A hét további részére a borult esős idő lesz jellemző.